Örvendjetek, angyalok, Jézusunk feltámadott, és a lelkünk megleli, ösvényét a menny felé. Alleluja! Alleluja! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a mai napon, Húsvét hetének szerdáján gyűltünk össze Szent Misét ünnepelni. Szerdáján, a mai szerdán evangéliumunk az Emmauszi tanítványok története lesz, és látni fogjuk, hogy a korai egyháznak a közössége miként élte át sok különféle módon Jézus föltámadásának igazságát. Minden kereszténynek akkor kezdődik az igazi tapasztalata, amikor megtapasztalja azt, hogy ez a Jézus, akiről az evangéliumok szólnak, nem csak, hogy feltámadt, de ma is él. Ma is a mi életünkhöz szólni akar, és ma is találkozni szeretne velünk. Mert fontosak vagyunk számára, és keres bennünket. Ő is azt szeretné, ha eljutnánk arra vele való személyes kapcsolatra, amelyre eljutottak ott a kezdet kezdetén az első keresztények. Ezt fogjuk tehát megvizsgálni a mai szentbeszédben és prédikációban. A szentmisénk elején ismerjük el vétkeinket és mulasztásainkat, hogy megtisztult lélekkel találkozzunk Istennel. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságod, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket, Urunk föltámadásának ünnepével. Add jóságosan, hogy földi ünneplésünk segítsen el az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Péter és János apostol egyszer a három órai imádság idején fölmentek a templomba. Volt egy születése óta béna ember, akit naponta elhoztak és letettek a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy alamizsnát kéregessen a templomba menőktől.
meglátta Pétert és Jánost, akik éppen belépni készültek a templomba, és alamizsnát kért tőlük. Péter Jánossal együtt rátekintett és megszólította: Nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta: Aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Megfogta a béna kezét, és fölsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott és járni kezdett. Bement velük a templomba, járkelt, örömében ugrándozott és dicsőítette az Istent. Az egész nép látta, hogy jár, és Istennek hálálkodik. Ráismertek, hogy ő az a bénakoldus, aki a templom ékes kapujánál szokott ülni. Megdöbbentek, és nem tudták, hova legyenek a csodálkozástól, hogy ez történt vele. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Adjatok hálát az Úrnak, s hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között. Énekeljetek az Úrnak, és zsoltárt zengjetek néki. Emlegessétek minden csodáját. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Dicsekedjetek szent nevével, az Urat kereső szívek örvendezzenek. Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, választottjának Jákobnak fiai. Ő a mi Urunk és Istenünk, ő ítélkezik az egész földön. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Örökké emlékezik szövetségére, ezernyi nemzedéknek adott igényére, melyet Ábrahámnak adott, és az esküre, melyet Izsáknak esküdött. Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Húsvét tiszta áldozatját, a hívek áldva áldják, bárány megváltja anyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk atyát. Élet itt a halállal, megvitt csoda csatával, a holt élet vezér, ma Úr és él. Mária szent asszony, mondd, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, s a fölkeltnek láttam glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. Föltámadt reményem Krisztus, Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus feltámadott, és diadalmas, úgy ő
győztes királyunk, légy irgalmas. Alleluja, alleluja. Ezt a napot az Úristen adta, újjongjunk és vigadjunk rajta. Alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluban mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszer maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályoztatva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dologról beszéltetek útközben egymás között? Erre szomorúan megálltak, és az egyikük, akit Kleofásnak hívta, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték, a názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink s előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, s néhány hozzánk tartozó asszony megzavart minket, hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendöltek? Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen keresztül valamennyi profétából megmagyarázta nekik, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert már esteledik, s lemenőben van már a nap. Betért tehát velük, hogy ott maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret. Áldást mondott, megtörte, oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, úgy elángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi minden történt az úton, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Most hallott evangéliumi szakaszunkban, illetve az előző szentírási szakaszban, az apostolok cselekedeteiben fokozottan átjön az, hogy Jézus feltámadásából élt.
az első egyház. Péter és János ugyanazzal az erővel megy tovább Jézus föltámadása után, amelyen Jézus járt-kelt ebben a világban, és az ő nevében, feltámadt Jézus nevében gyógyulást hirdetnek az emberiségnek, és elviszik hozzájuk az üdvösséget. Az emmauszi tanítványok is hasonló tapasztalatból táplálkoznak, hogy Jézus bár meghalt, de mégis visszatér hozzájuk. Föltámadt a halálból, és megjelent nekik egy váratlan módon, hozzájuk csapódott az ő szomorúságukban, az ő bánatukban, és elkezdte nekik magyarázni a Szent Írást. A mai embernek is lehet hasonló tapasztalata. A mai ember is találkozhat a föltámadt Jézussal, mert ő él. Vele személyes kapcsolatban lehet lenni. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, szükséges olyan emberekkel körülvenni magunkat, akik a föltámadásnak a hiteles tanúi. Látjuk, hogy közösségi szinten történik mindaz, ami a föltámadással kapcsolatos. Az apostolok együtt élik át a föltámadás csodáját. Az emmauszi tanítványok is ketten vannak. Az asszonyok többen mennek a sírhoz azon a reggelen, hogy Jézus holttestét kezeljék és elvégezzék rajta azokat a megkenéseket, amelyeket szokás temetéskor elvégezni, de már nem jutott rá idő ott a halál után közvetlenül. Látszik tehát, hogy mindez közösségi dolog. És a Jézus ma is az egyházban, a közösségben tapasztalható meg ilyen módon, ahol vannak a föltámadt Jézusnak hiteles tanúi. Én magam is sokszor tapasztaltam meg közösségben, egyházi közösségben azt, hogy milyen az, amikor a föltámadt Jézus működik. Volt, hogy én kaptam a föltámadt Jézustól olyan fajta buzdításokat más testvéreken keresztül, amelyekre nem lehetett volna számítani. Olyan ismereteket, olyan buzdításokat mondott az a testvér nekem, amiről fogalma se lehetett volna, hogyha nincs egy föntebbi hatalom, ami neki súg, és elmondja, hogy mi történik az én életemben. De ugyanígy láttam már olyat is, hogy valaki migrénből gyógyult meg azért, mert Jézus nevében imádkoztak érte. Hallottam olyanról, hogy egy édesapa fiáért imádkozott, és ahogy fiáért imádkozott, fia meggyógyult betegségéből, mert Jézus nevében imádkozott érte. És ezeket az embereket nyilván mind ismerem, egy közösségbe vagyok velük, és a föltámadt Jézusnak így vagyunk együtt tanúi. Nagyon fontos nekünk azt megvalósítani, amit a Szentírás mond. A Szentírás azt mondja, keressétek az Urat és hatalmas erejét. Tehát ne legyünk olyan szívűek, akik ilyen tapasztalatokra nem nyitottak. Ne legyünk olyan szívűek, akik Istent bezárják egy dobozba, és azt mondják, hogy hát az csak a templomban van, az csak itt lehet valamilyen szinten gondolkodni róla, az én életemhez semmi köze. Legyen az a templomosoknak a dolga, legyen az, akik el vasárnapi misére járok, majd azok megtapasztalják Istent. Nem, itt mindenkinek azt mondja az Úr, hogy keressétek, mert olyan kincsre fogtok lelni, amelyet addig talán nem ismertetek. Kitágul életeteknek a horizontja. Nem csak odáig fog tartani, hogy jó, meghaltam, aztán vége a dolgoknak, hanem egy egészen más értelmet nyert az az élet, amelyet Isten vezet, és amelyben Isten is ott van. Hiszen látjuk, hogy egy örök célt ad Isten, és mindannyiunkkal személyes terve van. És az ő terve bennünket a boldogságra akar vezetni. Ezt tapasztalták meg ott kezdet-kezdetén az az első egyházi közösség, amely tanúja volt a föltámadásnak. És 2000 éven keresztül azért többé-kevésbé az egyház volt az a intézmény, amelyen keresztül Isten ezt hordozta. Nem mindig teljesen hitelesen, hiszen az egyháznak is voltak bűnei. Tudjuk, hogy nem attól lesz valaki igaz ember, hogy tagja az egyháznak, hanem attól, hogy tanulja-e ennek a föltámadásnak. Van-e személyes kapcsolata Jézussal? És sok esetben volt olyan, hogy a pápák se voltak éppen a helyzet magaslatán, vagy papok, vagy ilyesmi, de
ez ettől függetlenül csak azt bizonyítja, hogy akármilyen csődös szervezet az egyház, akármennyi bűnt elkövettek, akár benne a keresztények, akik nem tanúskodtak a Jézusról, az még mindig egy csoda, hogy 2000 éven keresztül még mindig fönnáll, és mindig ugyanazt tudja hirdetni, mert nincs egy ilyen cég se a mai világban, amiről azt mondhatnánk, hogy 2000 éve azért létrejött, és még azért stabilan ugyanazzal az üzenettel megy tovább. Ez egy csodának mondható, amely a történelmen keresztül átível, és amely csak azért állhat fönt, mert ott van benne a föltámadt Jézusnak a jelenléte. Melyek a bizonyítékok arra, hogyha csak egy ilyen újságírói vagy racionális szempontból szeretnénk megvizsgálni az, hogy Jézus föltámad? Mi a bizonyítéka annak, hogy ő valódi tekintéllyel beszél? Nem csak úgy beszél, mint valami okos tanító vagy valamilyen guru, hanem mi az a bizonyíték, hogy ő valóban Isten fiaként szól hozzánk, és hogy valóban érdemes lenne megfogadni az ő tanítását. Egyrészt a föltámadásnak a legalapvetőbb szimbóluma az az üres sír. Tehát ez az üres sír sok mindent takarhat. Takarhatja azt is, hogy elrabolták, takarhatja azt is, hogy valahogyan kiment onnan, de ezt a föltámadásnak, ezt az üres sírját a tanítványok mindig azzal kötötték össze, hogy Jézus új életre kell, és új módon lehetett vele találkozni, egy isteni, egy magasabb szinten, már nem kötötték a fizikának a törvényei, már át tudott menni a falakon keresztül, mindenféle szempontból, egy lelki testben jelent meg számukra, amely már nem volt ennek a világnak alávetve, egy magasabb létszintet ért el ebben Jézus. Ez volt az alapvető tapasztalat. És mi lehet ennek az igazolása? Mert mondhatjuk, hogy bármi más történhetett. Mondhatjuk azt, hogy hát csalók ellopták, a tanítványokkal már Jézus megbeszélte, összefogtak, és akkor mint egy ilyen Mission Impossible című film, hogy elrabolták, mint valami akciófilmbe, és akkor leütötték a katonákat. Lehetett volna így is elképzelni. Nos, Jézus föltámadásának az igazsága az onnat ered, hogy mit vallottak az apostolok és a korai egyház, amit olvastunk is. Tudjuk, hogy a korai egyház Jeruzsálemben virágzott. Azon a helyen, ahol Jézust megölték. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nagypénteken a Blick címlapjára oda kerül, hogy megölték a nagy prófétát, nem ő volt a messiás. Meghalt, keresztre feszítették, vége. A nagy reményeket nem váltotta be. Megjelenik a korabeli Blicknek a címlapján, és akkor utána, vasárnap előállnak az apostolok, hogy nem, az, akit ti meghaltnak nyilvánítottatok, azzal mi találkoztunk, szembe jött velünk, megmutatta átszúrt kezét, lábát, nem volt már rajta a szenvedésnek a nyoma, nem volt már rajta a szenvedő embernek a betegsége, hanem egy dicsőséges testben jelent meg. Nos, az első apostolok ezt állították, és Péternek a pünkösdi prédikációjára ott Jeruzsálemben 3000 zsidó ember tért meg. Ahhoz, hogy ilyen történjen, ahhoz, hogy ennek hitelt adjanak, egyrészt hitelesnek kellett tartani az apostolokat, másrészt hitelesnek kellett tartani azt az erőt, amivel ők prédikáltak. És hogy 3000 zsidó ember azt mondja egy halott messiás várományosra, egy halott messiási alakra, egy emberre, hogy ő újra él, ahhoz valóban nagy, mély, belső meggyőződésre volt szükség. Ugyanis hitték azok a zsidók, hogyha valaki eltér az ő tanításuktól, akkor azt Isten nem fogja kedvelni, az megszegi Istennek a törvényét. 3000 ember ott a kezdet-kezdetén egyből a tanítványi közössége lett Jézusnak. Azután legendák sem készülhettek erről. Sokan mondják, hogy Jézus föltámadása bizonyára csak egy legenda. Hát a legendák azok szép mesék, amelyeket használunk, amivel mesésebbé tesszük a világunkat. Csak hogy az ókori kutatók is elmondják, hogy egy legenda képződéséhez legalább egy, de minimum 2 generáció szükséges. Tehát megtörténik valami, és akkor 2 generáció elmúlik, mire valakinek kiötlik a fejéből, hogy na jó, csináljunk már abból a múltbéli eseményből
egy legendát. Ez egy általános tendencia, hogy egy olyan 150 évnek el kell telnie, hogy az első legendák megtörténjenek. Látjuk, a Biblia első írásai nem 150 meg 100 évvel Jézus halála után íródnak, hanem 10-20 évvel Jézus halála után. Ez egy különleges tény, amely megvilágítja, hogy azok az emberek írták le ezeket, akik mindennek átélői voltak. És hogy ilyen hamar elterjedt ennek az igazsága, az is bizonyítja, hogy míg az akkori korban levő irodalmi műveket mondjuk 100-200 példányban őrizte meg az utókor, addig a Jézus korából származó kéziratok az olyan 1000-2000 példányban is megvannak. Tehát azok, amiket adtak egymásnak, evangélium, amit mi már most így kinyomtatva használunk, azt először kézben ilyen pergamenteken, ilyen darabokba, szeletekbe másolták, és továbbadták egymásnak, és le volt benne írva Jézusnak a története, az evangéliumoknak a kezdete. Tehát ez ott akkori társadalomban egy nagy dolog volt, és pont azok, akik látták Jézus halálát, azok mondták azt, hogy mégis valami történt, ami különleges. Akkor látjuk az apostolokat. Mi van ugye, hogyha ők rabolták el? Ki eszeltek egy nagy hazugságot? Az apostolok mi van, hogyha hazugok voltak? A hazug embernek egy alapvető tulajdonsága, hogyha lebuktatják a hazugságát, vagy valami nagy áldozatot kell vállalni a hazugságáért, akkor már ezt nem fogja megtenni. Például, hogyha valakinek stukker szorítanak a fejéhez, és azt mondják, hogy na jó, akkor most vald be, hogy hazudtál, akkor általában, hogyha tényleg hazudott, bevallja. De ezt a 12 apostol, ebből 11-et pont egy ilyen helyzetnek állítottak elé. Keresztre feszítünk, ha nem tagadod meg a Jézust. Megnyúzzuk a bőrödet, hogyha nem tagadod meg Jézust. Levágjuk a fejedet, ha nem tagadod meg a Jézust. És az apostolok tulajdonképpen mindegyikük azt mondta, hogy nem fogom megtagadni, mert amit láttam és hallottam, azt én nem tagadhatom meg. Hogyha csak egy kieszelt mese lett volna ez az egész föltámadás, akkor mondhattuk volna azt, hogy na igen, hát persze, akkor egyből azt mondják, hogy nem, inkább védem a fejemet, védem az életemet, az írhámat, mert hát miért is hazudjak tovább, hogyha most az életemmel fenyegetnek. Nem, ezek az apostolok rátették életüket erre az igazságra, Jézus föltámadásának az igazságára, és még nem is volt közöttük egy gyenge láncszem is, aki, mert azt azért a történelem följegyezte volna, hogy na, legalább a 12-ből egy valaki így kihátrál, hogy ojjaj, hát jó, ti hülyék vagytok, halljatok meg, érte, de akkor én legalább mentem magamat. Látjuk, hogy azok az apostolok, akik elárulták Jézust halálakor, mert elmentek mellőle, ugye tudjuk, Péter elárulta, letagadta, hogy nem is ismerem azt az embert, együtt lógott vele, aztán pedig 3 évig előtte. Jézus letagadták, feltámadás után azt mondták, hogy jó, én most már az életemet is odaadom érte. Látjuk ilyen tények, ilyen meghatározó dolgok. És még ott van az is, hogy prófétai utalások történtek. A mai evangéliumban azt mondja Jézus, hogy Mózestől kezdve magyarázta nekik azokat a részeket, amelyek róla szóltak. A Szentírás tudósai körülbelül azt mondják, hogy 100-200 profécia van, amely Jézus életéről szól a Szentírásban, és legalább olyan 20-30, ami az ő feltámadására utal, ami rámutat arra, hogy lesz valaki, aki föltámad, lesz valaki, akit a nép bűneiért el fognak vetni, lesz valaki, akit 30 ezüstért el fognak adni, lesz valakinek, akinek szét fogják osztani a ruháját, és sorsot vetnek köntösére. Most idéztem proféciákat, amelyeket Jézus előtt több száz évvel mondtak a messiásnak az alakjáról. Ezek Jézus életében mind-mind beteltek. Attól kezdve, hogy Szamárháton fog bevonulni Jeruzsálembe, odáig, hogy a sír nem tartja fogva. Ilyen proféciáknak lehetünk tanúi. Egy Mohamed, egy Buddha, egy senki másnak nincs ilyen jellegű profétai előzménye. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy Isten rámutat erre a Jézusra, hogy valami fontosnak a dolog,
fontos dolognak tanúi lehetünk, ha az ő életét látjuk. Nos, figyeljük tehát meg azt, hogy kiről van szó, és engedjük azt, hogy ez a Jézus, akit egyrészt racionális érve, másrészt az evangélium tanúsága, a hit igazol, az a mi életünknek is a része legyen. Ő szeretne a mi életünket is a mennyország felé vezetni. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és teljesebb életetek legyen. De efelé, a teljesebb élet felé csak hittel tudunk elindulni. Ha nincs hitünk Jézusban, akkor mindig ugyanott maradunk. Akkor elég lesz a saját életünk, akkor nem fogjuk meghallani az ő hívását, amelyet többre hív bennünket. Viszont, hogyha mi azt mondjuk, hogy ó, ebben lehet valami, Jézus, mutasd meg nekem azt az életet, amelyet te adni szeretnél. Mutasd meg azt, hogy csodát tudsz te tenni a mai életemben is. Mutasd meg, hogy reménnyel áldasz meg engem. Mutasd meg azt, hogy ma is élsz számomra, hogy Jézus számára ez egy kedves imádság, amelyet szeretne a mi életünkben valóra váltani. Nekem is valahogy így indult a keresztény életem, és sok esetben másoknak is igaz ez, hogy csak a nyitottságnak, az Isten keresésnek a gesztusára várt Isten. Mert valljuk be, az az igazság, hogy nem mi keressük elsőként Isten, hanem Isten már sokkal hamarabb keres bennünket. A Szentírás azt tanúsítja, hogy a tékozló fiúra apja minden nap várt, és már messziről nézte a horizontot, hogy mikor jelenik meg számára az ő tékozló gyermeke. Ugyanígy áll az Isten is, és vár bennünket, kopogtat a szívünk ajtaján, hogy mi befogadjuk őt, és a mi életünkben is fölvirágoztathassa a föltámadás erejét. Legyünk nyitottak erre, és meglátjuk az ő csodáit. Amen. Most pedig imádkozzunk, kedves testvérek, kérjük a mindenható Istenünket, hogy áldjon meg minket. Imádkozzunk Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyház megyénkért, László püspökért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk városunkért, hogy a Jóisten hárítsa el a koronavírus veszélyét, a betegeket gyógyítsa meg, és őrizze az időseket különösen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk mindazokért, akik még nem tapasztalták meg a föltámadt Jézus valóságát. Add meg nekik, Isten, szívüknek ezt a mély vágyát, add, hogy találkozzanak veled az élet forrásával. Kérünk téged, hallgass meg minket. Arra kérünk, hogy bocsásd meg minden olyan eltévejedésünket, amellyel ellene mondtunk akaratodnak, és vezess bennünket az igazi bűnbánatra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal, s oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan, feltámadt szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, ki kegyesen részesedett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké.
Alázatos lélekkel, s töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneim és vétkeimtől, tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemről az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk s az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd kiengesztelődve az áldozatot, amellyel megváltottad a világot. Kérünk, fordítsd jóságosan testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, s örök életre születtünk általa, a mennyország ajtaja kitárul nékünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, s feltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve,
Fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, s az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. A Krisztus föltámadt, Isten gyermekei vagyunk, és ezért nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te föltámadásod után így köszöntötted tanítványaidat, békesség nektek. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Halleluja! Áldjuk az Urat, őt ki annyira szeret. Halleluja! Áldjuk az Urat, őt ki annyira szeret. Uram, dicsérlek! Uram, dicsérlek! Uram, dicsérlek! Uram, dicsérlek! Neved áldom szent, Uram! A te neved áldom szent, Uram! Jézus Krisztus, te föltámadtál. A kenyér törésben és a Szentírásban felismertek téged, tanítványaid. Felismerték, hogy most is élsz, most is vezeted őket, most is megmutatod a te arcodat. Te arra biztatsz bennünket, ha téged keresünk, megtalálunk téged. Arra kérlek, söpörj végig ezen a városon, a te jelenléted érzésével. Söpörj végig ezen a területen, itt a térségben, a te szereteteddel, hogy legyenek olyan emberek, akik ma is találkoznak veled. Legyenek ma is olyan emberek, akik fölismernek téged a hitből. Arra kérlek, háríts el minden gonosz akadályt, amelyet a másik oldal állít, annak érdekében, hogy az emberek közömbösek maradjanak. Arra kérlek, törd át a szívek kapuját, és mutasd meg a te valóságodat. Ahogy bementél az apostolok közé, úgy jöjj be mindannyiunk életébe. És akkor mi is a tanítványaid leszünk, akkor mi is megértjük, hogy mi a te szereteted, megértjük, hogy milyen örök életre szóló jövőt tartogatsz nekünk. Megértjük, hogy te mindent értünk alkottál, mindent értünk vállaltál, és hogy te semmit sem engedsz, hogy elválasszon minket a te szeretetettől. Sem a halált, sem a járványokat, sem semmiféle nehézséget. Így kérünk téged, és hálát adunk neked azért, mert neked is ez a szándékod. Amen. Kérünk Istenünk, hogy Szent Fiad testének és vérének áldott vétele tisztítson meg minket az emberi bűnöktől, hogy a régi embert levetve új teremtmények lehessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Köszönöm a mai figyelmet, kedves tévénézőknek, akik követték ezt a Szent Misét, mindannyiunkra kérem az Isten áldását, és elindulunk a pünköst felé tartó húsvéti ünnepi időben. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket az Úr! Adja bőségesen az egészséget, és a gondviselésével kísérjen benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Krisztus feltámadott, halljátok meg, asszonyok, kik kenetet hoztatok, többé már ne sírjatok, feltámad Krisztus. Krisztus feltámadott, új csodákat halljatok, Péter, János, fussatok, üres a sír, nincsen ott, feltámad.
Krisztus föltámadott, halál fején taposott, égbe utat mutatott, tudom, hogy föltámadott.